Mi vagyunk a Cegléd Losi, hőzni fogunk úgy, hogy bocsi. A csapatunk nagyon lelkes, ma itt senki nem lesz vesztes. Nyerni fogunk vidámságot, közperceket, barátságot. Tösd fel, gatyád, mindent bele, izzadsággal legyen bele! Ezzel a csatakiáltással készült a losonci iskola egyik csapata a mai sportnapra, de frappáns, vicces biztatásból a vendégcsapatoknál sem volt hiány. Csodácsali csapata, István bácsi visszaza! Mintegy 110 gyógypedagógus vett részt a különleges programon, amely a Most mi sportolunk nevet viseli. Az országos versenyt negyedik éve rendezik meg. Ebben az esztendőben a losonci István iskola adott otthont a megmérettetésnek, hiszen tavaly a ceglédi csapat hozta el a győztesnek járó kupát. Nagyon örültem, hogy részt vettek ezen a versenyen, és örömünkre az első helyezést hozták el. Abban a szerencsés helyzetben kerültünk, hogy sorsolás útján mi kaptuk meg a megrendezés jogát, így a mai napon, negyedik alkalommal a mi iskolánk rendezheti meg az MMS sportnapot. Az országos sportversenyt a ceglédi tankerület is támogatta. Az igazgató Fodor Gábor példaértékűnek nevezte az eseményt. Ez egy olyan fárasztó tanév után, amit önök végig dolgoztak a gyermekek mellett, amely nem könnyű munka, igazán nagy dolog egy ilyen kikapcsolódás, és még nagyobb dolog az, hogy vállaltak saját idejükből egy ilyen versenyzést. A versenyre az ország számos pontjáról érkeztek pedagógusok, egyebek között Kecskemétről, Kiskörösről, Szolnokról, Kisújszállásról és még Debrecenből is. Valamennyi résztvevő elismerően szólt a ceglédi sportnapról, a szervezésről. Mindenki izgatottan várta a feladatokat. Minden atlétikai számban indult tőlünk versenyző. Én személy szerint labdarúgás, zsinórlabda és asztali tenisz számokban indulok. Mintegy 10 csapat állt pályára, a pedagógusok számos sportágban bizonyíthattak. Van atlétikai versenyszámok, súlylökés, síkfutás, távolugrás, van váltóversenyek, tehát ilyen játékos sportversenyek, van floorball, zsinórlabda, kötélhúzás, és van sakk, van pingpong, úgyhogy elég változatos azt gondolom, amiben indulni tudnak a versenyzők. A sportnapon részt vett a Fogyatékosok Országos Diák és Szabadidős Sportszövetségének elnöke is. Toponári Gábor is elismerően nyilatkozott a programról. Ez egy olyan esemény, amit az országba terjeszteni kéne, hogy legyen jó hangulat, legyen vidámság, és örömmel zárjuk be a tanévet. Nem először vagyok Cegrinen, jól ismerem a Losit és a kollégákat. Azt gondolom, hogy kiváló helyre került ez az esemény. A sportnapra a losonci iskola diákjai és tanárai szívhez szóló műsorral készültek. A versenyzők bemelegítéséről pedig sportoló büszkeségünk a cirkáló súlyban veretlen profi ökölvívó Szellő Imre gondoskodott.